A kis szó meséje. Ez én vagyok. Na, de kezdjük az elején. Tudjátok, ha egy szólány és egy szófiú egyszer megszereti egymást, egyből keresnek egy nagy lucfenyőt. Így tettek az én szüleim is, anyuci és apuci. Eltelt egy kis idő, és anyukám egy igen fontos kérdést intézett az orvoshoz, szemüveg doktor bácsihoz. Hány kis szóbaba várható, doktor szemüveg? Az orvos nagy levegőt vett, és azt mondta nemes egyszerűséggel. 50. Hoppá! Drágám, elég nagy nekünk a lucfenyő. Elvégre mégiscsak 50-en lesznek. Persze. Ne aggódj! Hangzott bizonytalanul apu szájából. Anyukám nekilátott 50 ágyikót készíteni, vagyis kirágni. Apukám pedig eltakarította a romokat, szóval anyuci csak rágott, rágott, apucinek csak takarított, takarított. Végül kész lett az 50 pihe, puha és finom üregecske. Ja, igen, a szüleim időközben kidőltek a fáradtságtól, pontosabban ledőltek egy kicsit. Márciusban anyuci lerakott egy kis bemélyedésbe. Még éppen látható voltam szabad szemmel. Na jó, ha az öreg erdész Bálint bácsi nem látott meg, az nem baj. Azóta haragszik a magamfajtára, amióta apukám egy barátja beköltözött a botjába, és hát... szétrágta. Szóval, hol is folytassam? Ja igen, a kis mélyedésbe, amit anyukám készített, hamar lárva lettem, és megkezdtem a legfontosabb dolgot, az evést. A fakéreg finom, nedves rétegét rágcsáltam. Még nem úgy éreztem magam, hogy majd szétpukkadok. Anya tényleg jó helyre tett le. Itt minden megvolt. A nagy evés után jött a nagy alvás. Gondoltam, jót tesz majd egy kis szundikálás. Közben bábbá váltam. Na jó, nem ilyen báb lettem. Inkább ilyen. Július elejére kis pihentem magam, és új külsőmmel nem maradhattam kis lakhelyemen. Új külső, új élet! Tadám! Anyuci, apuci, éhes vagyok, ahogy a többi testvérem is. Éhesek vagyunk, enni akarunk, éhesek vagyunk, enni akarunk. És nagyjából minden reggel így indult. Folytatjuk! A kis szó meséje. Szóval megszülettem. Nézd csak, miből lesz a csere bogár? Vagyis szó bogár? Tadám! Szépen cseperedtem. A szemem egyre nagyobb és nagyobb lett. És a fogacskáim is. A szüleim gyakran beszélgettek rólam, valahogy így. Drágám, ennek a gyereknek miért ilyen nagy a szeme? Hát, a tiéd is az. De, drágám, miért ilyen nagy a foga? Elvégre szó, és a kemények fáknál még jól jöhet. De állandóan játszik az étellel. Tegnap is ahelyett, hogy megette volna az ebédjét, ezt csinálta. Érdekes. Ez talán egy gomba? Nem, sokkal inkább maradék. Szóval blablablabla, így blablablabla, úgy, mély levegőt vettem.
És ezek után elindultam világot látni. Alig tettem meg egy kevéske utat, megláttam egy másik bogarat, fura szerzet volt. Piros volt a háta, fekete pöttyös, talán beteg? Tűnődtem. Halihó! Erre úgy megijedt tőlem, szóval... Na hát, még narancssárgát nem láttam. Nagyon megijesztettél. Sajnálom, te ki vagy? Katica bogár vagyok. És te? Hát én a kis Szú vagyok. Van kedved velem festeni? Igen, bár sohasem festettem még. Az új pöttyös barátom csodaszép narancssárga virágot festett, én pedig hát nem is tudom egy csigát. Nem szépítem, nem tudok festeni. Ezt a Katica barátom is belátta. Mi ezért ez? Mi az, amiben ügyes vagy? Igazából a rágásban nagyon ügyes vagyok. És ezt meg is mutattam a Katicának. A festő ecsetén. Erre a Katica megijedt, és megint hagyott egy narancssárgát. Fúj! És elrepült. Folytatjuk! A kis Szú meséje. Életem első napjait, mint tudjátok, egy lucfenyőben töltöttem. Halihó! Miután szüleim többször körbejárták a miért olyan nagy a szemem és a fogam problémakörét, úgy döntöttem, világot látok. Persze a Szú gyerekek igen hamar önállóak lesznek. Szóval ilyen ez a Szú élet. Első találkozásom egy Katica bogárral elég szerencsétlenül sikerült. Röviden, elég gyorsan elszeled, vagyis elrepült. Se baj, hamarosan vidáman folytattam utamat. Nézd, én a Szú gyerek, világgá is megyek. Hátamon a teli zsák. Nézd, esteledik már. Esteledett, mikor egy réthez értem, hogy ott milyen hangzavar volt. Ez. De egyszer csak egy igen szép dallam ütötte meg a fülecskéimet, és a hang irányába indultam. Milyen lehangoló bogártás, olyan sötét fickó, de az a zenélőfa elég kusztusosnak tűnik. Na igen, már elég éhes vagyok. De amúgy egy zenélő fadarabot csak nem ennék meg. Ha végén még a hasamba rákezdene cinikélni. Szép jó estét, kis Szú! Szólított meg váratlanul. Te ismersz? Ez aztán a meglepetés? A híred megelőzött. Lám,
Milyen ismert vagyok. Mondhatni, híres. Mi áradban errefelé? Világot látok, és már nagyon éhes vagyok. Néztem jelentőség teljesen a hegedűjére. El a kezekkel, vagyis a fogakkal a hegedűmtől, kis szó. Ez egy igazi Stradivari. Hűha! Ettem már lucfenyőt, kőrizst, tölgyfát, de még Stradivarit nem ettem. Vajon milyen íze lehet? Tűnődtem magamban, de kimondani nem nagyon mertem. Szépen szól ez a kis fadarab. Fadarab? Ez egy igazi mestermű. Jó, jó, tudom, tudom. Amúgy te ki vagy? A tücsök vagyok, te kis oktalan. Ha annyira éhes vagy, tegnap eltört egy vonóm. Szívesen felajánlom. Jaj, de jó, tücsök úr. Még soha nem ettem törött vonót. Ide vele! Mielőtt belekezdtem volna a vacsiba, így szólt a tücsök bácsi. Míg eszel, elhúzom a nótádat. Biztos, hogy jó lesz az nekem? Kérdeztem kétkedően. Biztosan. És valóban, míg én falatoztam, a tücsökor valami csodálatosat hegedült nekem. Hiába, jó vacsihoz jár a nóta. Mire végeztem a vacsival, fáradtan dőltem le egy kis kőre. Miközben tücsök uram tovább hegedült. Jó éjszakát! Folytatjuk! A kis szó meséje. Első ébredésem a réten igen érdekes volt. Jó reggelt, ébresztő. Jó reggelt, ébresztő. Hapci! Jó reggelt, Pókica barátom. De mi történik alattunk? A kő megmozdult. De nem csak megmozdult, hanem el is indult. Mióta tudnak a kövek mozogni? Néztünk értetlenül egymásra Pókicával. Szóval, habár elindult a kő, de nem nagyon haladt előre. Egy fél óráig feszülten figyeltünk Pókicával, de csak annyit haladt előre, mint nagypapi a tölgyfában. Fogak nélkül. Ínyem olyan kemény, hogy egy facsemtot nekem eldenálni. Egyszer csak valaki kijött a kő alól, milyen fura figura volt. Két mérges szempár pislogott rám. Te meg mit keresel a házamon? Szólított meg. Házadon? Igen, ez az én házam. Te egy kő alatt élsz, egy kő a házad? Kérdeztem csodálkozva. Ez nem kő. Nézd meg jobban, és azonnal szállj le róla, te kis házatlan. Igen, ez valóban nem kő, most már látom, bocsánat. Én a kis szó vagyok, és te? Én a csiga vagyok. De miért cipeled magaddal a házadat? Így nagyon lassan tudsz haladni, mondhatni csiga lassan. Jól jön, ha mondjuk esik az eső. Hogyha süt a nap, vagy ha éppen pihenni van kedvem, de megvéd a csiga evőktől is. Léteznek csiga evők? És szóevők is? Kérdeztem remegő lábokkal. Szóevőkről nem tudok. Hú,
sóhajtottam fel megkönnyebbülten. Látom, házad nincsen, de hátizsákod igen. Mit cipelsz benne? Egy családi fotót, egy fogkefét, meg a legutóbbi ebédem maradékát. Szép, de most már rohannom kell. Az unoka öcsém házi bulit tart, és ha nem sietek, míg kinő előttem egy gomba, mint a múltkor is. Aztán megkerülhetem meg. Tuti elkések. Na, mint egy jót kis szó. Neked is, ciga, jó bulizást! Sokáig integettünk a cigának, majd Pókica a fülembe súgta. Talán a karácsonyi partira oda ér. Folytatjuk. A kis szó meséje. Mint már tudjátok, elindultam világot látni. Nem is gondoltam, hogy igen hamar, bizony, új ismerősökre teszek szert. Találkoztam egy katicával, úgy bizább. Azután egy tücsökkel, majd pedig egy csigával is. Mindegyikük igen különleges volt, a katica szépen festett. A tücsök csodálatosan hegedült, a csiga pedig. Ó, a csigának volt egy fantasztikus házikója, amit mindenhova magával tud vinni. Ilyet se láttam még. Már jó ideje bandukoltam, amikor egy kis gombához értem. Árnyékába gondoltam megpihenek, míg a gomba kalapja alatt csücsültem, elrepültek előttem csodálatos állatok, az egyiknek színes szárnyai voltak. Hú, milyen szépek! A másik csíkos volt és szűnögő hangot adott ki, valahogy így. De egyszer csak különös hangra lettem figyelmes. Ki lehet ez? Felleugrál. Alig bírtam a szememmel követni. Megszólítottam. Halihó, te ki vagy? Én a kis szó vagyok. Erre végre megállt. A szöcske vagyok, és éppen a déli ugrándozásomat folytatom. És reggel mit szoktál csinálni? Ugrálni. És este? Érdeklődtem. Ugrálni. Szóval egész nap ugrálsz, és nem fáradsz el? Nem, de egyébként labdázni is szoktunk a testvéremmel. Láttalak titeket, amikor a réthez értem. Igazán ügyesen tudtak labdázni. Köszönjük, de nem csak a rét van ám. Ha gondolod, elviszlek a tóhoz. Jaj, az nagyon jó lenne, de hogy gondoltad? Ülj a hátamra, és már viszlek is. Hopp, hopp, hopp. A szöcske nagy ugrásokkal vitt el engem a tóhoz. Majd bele szétültem. Sőt, mikor letett a tónál, még mindig forgott velem a világ. Oh. Folytatjuk.